Az előző 7 évben is gyümölcsöző volt a két ország határmenti régióinak együttműködése. Több mint 300 projekt valósult meg. Szlovákia és Magyarország 7 magyar és 5 szlovák megyéje működött közre a pályázati programokban. Környezetvédelmi beruházások, örökségvédelmi és intézményi felújítások valósultak meg. Fejlődött az egészségügyi infrastruktúra és vállalkozási kapcsolatok jöttek létre a két ország között. 250 új munkahelyet is biztosítottak a programok. A most induló szlovák-magyar Interreg programok a két ország közötti mobilitást és a gazdasági együttműködéseket fogja erősíteni. Erről Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke tegnap 35 perc című műsorunkban beszélt. Egyszerre van jelen tehát a folytonosság és a változás, a természetvédelem, a kulturális örökség védelme, az szintén egy nagyon továbbra is egy nagyon hangsúlyos célkitűzés, javítván és erősítvén ezeknek a határmenti térségeknek a vonzerejét. Másrésztről a mobilitás kérdése továbbra is ott van a prioritások között, azzal a megszorítással, hogy miközben arra törekszik a program, hogy gyarapítsa a határátkelők számát, illetve az ott nyújtott szolgáltatások színvonalát, az áruk mozgásának, a logisztikai szolgáltatások színvonalának az emelését, azt az elvárást is megfogalmazza, hogy most már nem csak a határmentiségre fókuszálva, hanem az európai közlekedési hálózatokra való csatlakozást is megköveteli. Ezzel a szlovák-magyar projektek hatásai az ország belsőbb területein is érezhetőek lesznek, tette hozzá az alelnök.